Bogyó, Babóca és barátaik kalandjai napraforgó kezdődnek. Megvizsgálják, hogy egy picike magból hogyan lesz először csira, aztán hajtás, végül bimbózó virág és termés. Azt is megmutatják a nézőknek, hogy a napraforgó virág magjait hogyan lehet felhasználni. Bogyó és Baltazár Babóca kis házikójának konyhájában tárják fel a titkot, ahol közösen készítenek el egy felséges ünnepi süteményt a kisbarátok legnagyobb örömére. A népszerű, valószínűleg minden kisgyermek által ismert és szeretett mese ezúttal színházi előadásként örvendezteti meg a kicsiket. A rendező Blaskó Borbála munkáival korábban a közellenség és a Jó estét nyár, Jó estét szerelem című előadások koreográfusaként találkozhattak a színházba járók. Blaskó Borbála úgy véli, nem egyszerű feladat fenntartani az ifjú nézők érdeklődését. Szerintem nagyon fontosak a színek, meg a formák, hogy, hogy vagy, vagy az van, hogy nagyon új legyen, és akkor ez felkelti az érdeklődésüket, tehát a friss élmények bekapcsolják őket, meg fogják őket, vagy pedig a nagyon ismert anyagok, és ezért a dramaturgiai szába megpróbáltam hát óvodás, meg bölcsis dalokat, mondókákat, gyerekverseket beemelni, és egyiket, másikat megzenésíteni, és hát ez, ez viszi végig az egész történetet. Babócát kis Eszter Júlia, Bogyót pedig Kovács Balázs alakítja a színpadon. Mindkét művész nagyon kedveli ezeket a bájos karaktereket. A naivság sem áll távol tőlem, meg a lelkesedésem, meg ez a hirtelen összetörik a világ, aztán már pár perc múlva minden napsugaras lesz, úgyhogy, úgyhogy elég, jó, elég jó ezt csinálni, meg olyan felszabadító dolog gyerekdarabot csinálni nekünk. És Bogyó, hogy gondolja ezt? Um, hát azért én pont azt véltem felfedezni, hogy van köztünk különbség is, én fő, főleg most így ez darab elejére gondolok, nem spoilerezek, de hogy azt érzem, hogy, hogy van egy-két dolog, amiben különbözünk, vagy én máshogy éreztem gyerekként, mint mondjuk Bogyó nyilván, hogy gyerekek vagyunk, gyerekeket játszunk, és ilyenkor így azt próbálom visszacsatolni, hogy én gyerekként miket éreztem. A mese további szerepeit potonyec Fanni, Szabó Nikolett és Sobor Csaba játszák a remek díszlet Szvatek Péter, a jelmez pedig Kárpát munkája. Bogyó és Babóca történetével a Móri Zsigmond Színház Bárányfrigyes stúdiójában találkozhat a közönség.